A mezőkövesdi nyugdíjas szervezeteket összefogó tanács évzáró ülésén Csirmazné Cservenyák Ilona elnök köszöntő és bevezető szavai után elsőként dr. Nagy György Erzsébet, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal Tiszaújvárosi járási hivatal népegészségügyi intézete mezőkövesdi kirendeltségének munkáját, feladatait mutatta be, kiemelve az időseket érintő tevékenységeket, mint például az őszi hónapokban az influenza elleni védőoltások beadatását. A program ezt követően Kincel Brigitta tájékoztatójával folytatódott, aki a Városi Könyvtár programjairól, az időseket is érintő rendezvényeiről, foglalkozásairól beszélt. Az ülés utolsó napi rendi pontjaként megtárgyalták a jövő évi elképzeléseket, terveket.